Feltárul a rejtély. Megfigyelted valaha, hogy olykor egyetlen gondolat alapvetően megváltoztathatja az ember egész életének folyását? Én 1997. október 20-ának estéjén véletlenszerűen olyan felfedezést tettem, amely pontosan így hatott rám. Azóta világszerte több tízezer ember használta fel életem megváltoztatására aznap este tett felfedezésemet. Azon a sorsdöntő őszi estén egy szemináriumon vettem részt a táplálkozási zavarok témájában. Emlékszel arra, amikor elmeséltem, hogyan próbáltam végig egy seregnyi állást az egyetemen töltött első időszakomat követően? Egy ízben például hivatásos balettáncosként dolgoztam. Miután több balettársulattal is felléptem szerte az országban, úgy döntöttem, hogy visszatérek az egyetemre, és vallástudományból szerzek diplomát. Felfedezésem napjának reggelén megláttam egy plakátot az egyik helyi könyvesboltban, amelyen egy aznap este tartandó szemináriumot hirdettek a táplálkozási zavarok témájában. Noha jó magam sosem szenvedtem ilyen betegségben, számos barátom és kollégám igen. Elhatároztam hát, hogy részt veszek a szemináriumon, és megtudom, miért művelnek magukkal ilyesmit az emberek. A szeminárium vezető ecsetelte, miért alakulnak ki oly sok okos, kreatív, tehetséges és érzékeny embernél, többnyire fiatal nőknél a táplálkozási zavarok, melyek következtében szakadatlanul koplaltatják magukat. A hölgy elmondta, hogy nem a tápanyag felvétellel van a baj, és nem is arra kell megtanítani őket, hogyan válasszák ki a megfelelő élelmiszereket. Miután több ezer pácienst kezelt a klinikáján, a szeminárium vezető arra a következtetésre jutott, miszerint a táplálkozási zavarban szenvedő személyben az a vágy munkál, hogy ne kelljen itt a földön élnie. Az illető lényegében el akar tűnni. Meg akarja büntetni magát mélységesen negatív énképe miatt. Miközben a szeminárium vezető bővebb jellemzést adott azokról az emberekről, akik koplaltatják magukat, tudatára ébredtem valaminek, amit sosem hittem volna. Ez a nő egy az egyben engem írt le. Elmondta, hogy az önkoplaltatók okosak, kreatívak, tehetségesek és motiváltak. Stimmel, stimmel, stimmel és megint csak stimmel. Elmondta, hogy rendszerint színjeles tanulók, akik az iskolában átlagon felüli teljesítményt nyújtanak. Stimmel. Elmondta, hogy rendkívül fogékonyak mások szükségleteire és a saját szükségleteiket és érzéseiket alárendelik másokénak. Teljes mértékben stimmel. Azután kifejtette, hogy ezek az egyének morzsákkal is beérik, miközben a környezetükben mások degeszre tömik magukat. Noha tisztában voltam vele, hogy a táplálkozással kapcsolatban ez nem érvényes rám, ugyanis szeretem az ízletes ételt és magát az evést is, gondoltam egyet magamban. Mi van, ha tágabb értelemben nézem a dolgot, és úgy tekintem, hogy én az élet morzsáival érem be, miközben folyamatosan segítek másoknak előre jutni, akár a magam róvására is. Várjunk csak egy percet, gondoltam magamban. Hiszen egész eddigi életemben morzsákkal értem be. E pillanatban csapott belém villámként a felismerés, és az életem most először értelmet nyert. A siker koplalása. Amikor koplalásról vagy az anorexiához és bulémiához hasonló táplálkozási zavarokról beszélünk, rendszeresen az étkezéshez kapcsolódó viselkedésformákra utalunk. Amikor például valakiről azt mondjuk, hogy az anorexiának nevezett betegségben szenved, tipikusan egy olyan viselkedés mintázatot írunk le, amelyet az ételtől való viszolygás vagy az étel eltaszítása jellemez. Amikor pedig valakinek bulimiája van, tipikusan egy olyan viselkedésformáról beszélünk, amelyet az evéskényszer és az étel kiadása jellemez, az illető mértéktelenül zabál, majd meghánytatja önmagát. Addig a pillanatig soha senki nem gondolt rá, hogy az önkoplaltatás viselkedés formái az ételen kívül bármi másra is irányulhatnak. Úgy vélem, abból a feltevésből indultak ki, hogy az emberi lények önfenntartásához ételen kívül nincs szükség másra, következésképpen csak táplálék megvonással koplaltathatjuk magunkat. Abban a pillanatban azonban, amikor tudatára ébredtem, hogy mindeddig beírtem az élet morzsáival, azt is felismertem, hogy mi, emberek, más téren is képesek vagyunk ínségre ítélni magunkat, és a koplalás ekkorában ismeretlen módszere több 10 millió embert érint. Amit eleddig senki sem vett fontolóra, az a következő volt. Az emberi lények képesek koplaltatni magukat a siker tekintetében is. Gondolkozz el ezen egy pillanatig. A nőknek az emberi történelem kezdetei óta azt tanították, hogy értékük a fizikai testükből fakad. Noha politikailag a legkevésbé sem korrekt ezt mondani, mégis tény marad, hogy a nőket az emberi civilizáció történetének túlnyomó részében vagyontárgyként kezelték, amely adható és vehető házasság és utódnemzés céljára.
Félreértés ne essék a kérdésben. A nő értéke nem a testéből fakad. A nőnemű emberi lényeknek mégis azt mondták, vagy tanították, nyíltan és hallgatólagosan, az idők hajnala óta, hogy becsük a fizikai adottságaikból származik. Tegyük fel tehát, hogy adva van egy emberi lény, akiben kezdettől fogva azt súlykolták, hogy az értékei kizárólag fizikai természetűek, jó lehet ez nem igaz, így tartotta a közfelfogás. Tegyük fel továbbá, hogy az illető önbecsülése igen alacsony, és az én képe is vajmi kevéssé hízelgő. Tehát ennek az embernek gyermekkora óta azt hajtogatták, hogy a fizikai teste az egyetlen értéke, és ehhez még igen alacsony önbecsülés is társul. Nem teljesen észszerű, hogy az illető büntetni fogja önmaga azon részét, amelyből az értéke állítólagosan fakad, nevezetesen a fizikai testét? És ha öntudatlanul büntetni akarod a fizikai testedet, nem észszerű, hogy az ételt vonod meg magadtól? Bemutattam hát neked az imént 5 mondatban, miért alakul ki valakiben táplálkozási zavar. Már most tisztában vagyok vele, hogy könyvünk egyetlen női olvasójának sem mondták soha a szószoros értelmében azt, hogy az értéked a fizikai testedből fakad. Ha azonban történetesen a földbolygón élsz és nőnemű vagy, akkor jószerivel elképzelhetetlen, hogy ez a meggyőződés ne gyakorolt volna rád valamilyen befolyást. Egyszerűen azért, mert oly sok évszázad óta forog a köztudatban. És ez már is elvezet minket a következő témánkhoz, ami a másik nem. Vagyis a férfiak. A férfiakba vajon mit súlykoltak, az ő értékük miből fakad? A férfiaknak az emberi történelem kezdetei óta azt tanították, vagy mondták, hogy az értékük a tulajdonukban lévő birtoktárgyakból, címekből, rangokból, vagyonból, javakból, bankbetétekből, vagyis nem a fizikai testükből, hanem az úgynevezett anyagi pozíciójukból fakad. Noha politikailag szintén egyáltalán nem korrekt ezt mondani, mégis tény marad, hogy a férfiakat mindig is szinte kizárólag annak alapján ítélték meg, hogy mit birtokolnak és mennyit tudnak keresni, vagyis mekkora karékenyeret tudnak hazavinni. Természetesen a férfiak értékét nem ez határozza meg. Viszont évszázadokon át ezt tanították és mondták nekik. Tehát mi történik, ha adva van egy emberi lény, akibe kezdettől fogva azt súlykolták, hogy az értéke nem a fizikai testéből, hanem az anyagi pozíciójából fakad, jó lehet ez nem igaz, így tartotta a közfelfogás. Tegyük fel továbbá, hogy az illető teljesen negatív énképet alakít ki. Tehát ennek az embernek gyermekkora óta azt hajtogatták, hogy az anyagi javai jelentik az egyetlen értékét, és ehhez még igen alacsony önbecsülés is társul. Nem teljesen észszerű, hogy az illető büntetni fogja önmaga azon oldalát, amelyből az értéke állítólagosan fakad, nevezetesen az anyagi pozícióját? És ha öntudatlanul büntetni akarod az anyagi pozíciódat, nem észszerű, hogy a sikert vonod meg magadtól? A névtelen betegség. Az imént mutattam ki az okait egy állapotnak, amelyen korábban alkalmasint sosem gondolkoztál el, hiszen még neve sem volt, ugyanis eddig soha senki nem ismerte fel a létezését. Ennek az állapotnak a neve a sikerelérési zavar. Hogy mikor fordul elő sikerelérési zavar? Akkor, amikor valaki mélységesen negatív meggyőződéseket alakít ki önmagával kapcsolatban, amelyeket én elmehulladéknak nevezek, és öntudatlanul olyan viselkedés mintázatot ölt magára, amelyet a sikertől való visszolygás vagy a siker eltaszítása jellemez. Tudom, hogy ez őrültségnek hangzik, ettől függetlenül több 10 millióan követjük ezt a viselkedésformát egész életünkben anélkül, hogy tudatában lennénk. 1997. október 20-án, 20 óra 20 perckor én ismertem fel elsőként egy betegség létezését, amelyet sikeranorexiának neveztem el. Ennek következtében arra is ráébredtem, hogy a koplalás az ételen kívül máshoz is kapcsolódhat, és hogy szerte a világon emberek 10 milliói vonják meg maguktól tudtukon kívül a sikert, miközben fogalmuk sincs róla, hogy ezt teszik, és még kevésbé arról, hogyan oldhatnák meg a problémát. Ekkor ismertem fel, hogy el kell juttatnom ezeket az információkat a hozzám hasonló emberek millióihoz, akik tudtukon kívül eltaszítják maguktól a sikert, melynek elérésére a képességeik tökéletesen feljogosítanák őket. És ez volt az a pillanat, amikor a siker titkos kódja megszületett. A nőkre nehezedő többletnyomás. Felfigyeltél valamire az előző szakasz példáival kapcsolatban? Rámutattam annak okaira, hogy rendszerint miért a nők vonják meg maguktól az ételt, a férfiak pedig a sikert. De mi a helyzet akkor, ha te olyan nő vagy, aki a sikert vonja meg magától? Hogyan történhet ez meg? A válasz egyszerű. Az elmúlt 50 év során a nők eleddig példátlan tömegben jelentek meg a munkahelyeken.
Ami azt illeti, a női munkavállalók száma jelenleg túlszárnyalta a férfiakét, és kutatások tanúbizonysága szerint a nők nagyobb arányban indítanak be új vállalkozásokat, mint a férfiak. Találd ki, mit jelent ez a modern nő számára. Nem elég, hogy továbbra is azt hallja, hogy az értéke a fizikai testéből fakad, most ráadásul még azt is hangoztatják, hogy az anyagi pozíciója szintúgy értékadó a számára. Ez annyit jelent, hogy a nők jelenleg kettős nyomásnak vannak kitéve, egyfelől tökéletesen kell kinézniük, a fizikai test a hagyományos női értékmérő, miközben a tökéletes karriert is fel kell építeniük, hogy nagy karé kenyeret vihessenek haza, az anyagi pozíció a hagyományos férfi értékmérő. Ne feledd, hogy jól nevelt társaságban e kettős nyomás egyik eleméről sem esik szó. Nyíltan sosem említik őket, csak a felszín alatt bújnak meg. De mindig jelen vannak. És nők és férfiak millióira gyakorolnak hatást szerte a világon. Noha tudatosan nagyon kevesen vannak tisztában ezzel. A lényeg az, hogy napjaink modern nője egyszerre vonhatja meg magától a táplálékot és a sikert. Számos női tanítványom fordult hozzám segítségért amiatt, mert távol tartotta magát a sikertől, csak hogy később bevallja, élete valamely időszakában anorexiában vagy bulimiában szenvedett. Noha te talán sosem szenvedtél táplálkozási zavartól, ám ha nő vagy, akkor alig hanem magad is szembesülsz modern életünk e kimondatlan nyomásaival. A két igazság. Alex Mandosian, a Heritage House Publishing alapítója és egyik első mentorom gyakran mondogatta, hogy két nagy igazság van az életben. Mindenkiben rejlenek szunnyadó képességek. Senki sem aknáz, aki őket maradéktalanul. De vajon miért van ez így? Miután megszámlálhatatlanul sok ezer emberrel működtem együtt a szemináriumaim és tanácsadó programjaim során, arra a felismerésre jutottam, hogy jó lehet mi, emberi lények, félünk nem kiteljesíteni valódi önmagunkat, rendszerint még jobban félünk attól, hogy kiteljesítsük valódi önmagunkat. Neil Donald Walsh barátom, a Beszélgetések Istennel szerzője, elegánsan az alábbi szavakkal fogalmazta meg e tényt. Az idők kezdetétől fogva egyedül arra vágyunk, hogy szeressünk és szeretetet kapjunk. És az idők kezdetétől fogva egyedül annak megvalósulását lehetetlenítjük el, hogy szeressünk és szeretetet kapjunk. Így hát a könyv célkitűzése nem egyéb, mint engedélyt adni neked arra, hogy kiteljesítsd valódi önmagad. Engedélyt adni neked a sikerre. De vajon hogyan tehetsz szert eme engedélyre, ha nincs már is a birtokodban? Egyszerűen. Mindössze annyit kell tenned, hogy alkalmazod a titkos kódot, amelyet a világ gazdag és boldog lakói öntudatlanul is felhasználnak. Noha ezzel ők maguk sincsenek tisztában, és így nem is taníthatnak meg rá. Nem mintha nem akarnák, hanem pusztán csak azért, mert a siker kivívása épp oly ösztönszerű tevékenységükké vált, mint nekünk többieknek a légzés vagy az autóvezetés. Itt az ideje, hogy végre felfedezd, milyen lenyűgöző anélkül élni az életet, hogy egyik lábadat a féken tartanád. Ismerd meg a 3%-osokat. Szeretnék bemutatni neked egy igen különleges embercsoportot. Az igazat megvalva sokszor láthattad már őket a tévében és a filmekben, és persze sokszor szemügyre vehetted őket a dobogón is, ahogyan egyik díjat a másik után nyerik el vállalatod éves értekezletén. Ők a világ legsikeresebb emberei. Ők részesülnek a legtöbb pénzben, boldogságban, örömben, békességben, egészségben és szeretetteljes kapcsolatban. Más szóval nekik jut a zöme mindannak, amire mi, emberi lények, vágyunk, miközben részt veszünk ezen az életnek nevezett utazáson. Kérlek, tarts szem előtt, hogy ebben a könyvben mindig a beteljesedett és vagyonos emberekről beszélek. Őket nevezem én gazdagnak és boldognak. Rengeteg olyan ember él a Földön, akinek egy halom pénze van és mégis boldogtalan, és akadnak olyanok is, bár nem sokan, akiknek egy fityinkjük sincs, és mégis boldogok. Minden esetre én azt figyeltem meg, hogy miközben a legtöbben úgy hiszik, az ember vagy boldog lehet, vagy gazdag, egy kis százalékuk tisztában van vele, hogy egyszerre mindkettő is megvalósítható. Én a különleges embereket a 3%-osoknak nevezem. Hogy miért? Nos, bizonyára hallottál már a Pareto elv néven is ismert 80/20-as szabályról, amely szerint az eredményeid 80%-a az erőfeszítéseid 20%-ából fakad. Napjaink társadalmában azonban úgy tűnik, mintha az általam 97/3-as szabálynak nevezett elv érvényesülne, amely szerint a népesség 3%-ának a kezében van a világ roppant gazdagságának túlnyomó része, míg a maradék 97% zöme a puszta megélhetésért küzd. Bár ezek nem feltétlenül pontos és sziklaszilárd számadatok,
Elég, ha körülnézel és magad is megerősítheted a fenti állítás érvényességét. Figyeld meg a saját vállalatodat, és ott is azt fogod tapasztalni, hogy kivétel nélkül mindig ugyanaz az 1-2 vagy 5 üzletkötő nyeri el a legrangosabb díjakat, a többiek pedig sosem. Figyeld meg a személyes kapcsolataidat, és vedd észre, hogy a párok elenyésző kisebbsége él tartósan boldog házasságban, a többiek egyszerűen csak húzzák a házasság igáját. Nézz körül a bevásárlóközpontban, és figyeld meg, hányan tűnnek egészségesnek és jó formában lévőnek. És hányan nem. Tekints szét a világban, és meg fogod látni, hogy földünk népességének csupán kis százaléka jómódú, a többiek nincstelenek, vagy legalábbis szűkölködők. Ennyi, mondhatod erre, ez bizony nem méltányos. Pénz, jómód, egészség, boldogság, ezekből egyenlően kellene jutni minden embernek. Teljesen igazad van, így kellene lennie, és valóban így is van. Csak éppen kevesen döntenek valaha is úgy, hogy elfogadják, és helyesen használják fel a jussukat. Ez szerencsés kevesek, a 3%-osok. És itt következik a nagy titok. Te magad is lehetsz 3%-os, de csak akkor, ha elsajátítod és alkalmazod a titkos kódjukat. Még valami. Lám-lám, szinte hallom a szavaidat. Tudtam, hogy van a dologban valami turpisság. Na, hogy van benne turpisság? Ha azt hiszed, hogy a gazdagság, egészség, boldogság, öröm, szeretet és a lehetőségek zömét a világ népességének 3%-a sajátítja ki, akkor ideje felismerned, hogy ezeket a dolgokat senki sem sajátíthatja ki. Senki sem zárhatja el tőled a szeretetet, a pénzt vagy a lehetőségeket, épp úgy, ahogyan a benned rejlő képességek kiaknázásában sem akadályozhat meg senki. A 3%-osokkal kapcsolatban azonban tisztában kell lenned az alábbi elképesztő és ösztöneiknek ellentmondó igazsággal. Egyszerűen képtelenek megmagyarázni neked, hogyan jutottak el idáig. Hallottál valaha beszédet vagy olvastál valaha könyvet 3%-os embertől? Esetleg jártál ilyen személy szemináriumára? Hát persze. Csak éppen nem tudtál róla. Emlékszel a legutóbbi szemináriumra, amelyen az önfejlesztés tárgyában részt vettél? A legutóbbi könyvre arról, hogyan fokozhatod az eladásaidat, vagy fejlesztheted a vállalkozásodat? Avagy a beszédre, amelyet a dúsgazdag befektető tartott? Az a szeminárium, könyv vagy beszéd majdnem bizonyosan olyan ember produktuma volt, aki öntudatlanul alkalmas volt a siker elérésére, más szóval egy 3%-os fejéből pattant ki. Hogy mit értek öntudatlan alkalmasságon a siker elérésére? Amikor valamely új tevékenységgel próbálkozol, járással, cipőfűzőkötéssel, autóvezetéssel, az első 1 millió dollár megkeresésével, 100 millió dollár megszerzésével, az alkalmasság 4 szakaszán mész keresztül. Öntudatlan alkalmatlanság. Nem tudod, hogy nem vagy képes rá. Tudatos alkalmatlanság. Tudod, hogy nem vagy képes rá. Tudatos alkalmasság. Tudod, hogy képes vagy rá. Öntudatlan alkalmasság. Tudatos figyelem nélkül végzed az adott tevékenységet. Gondolj csak az autóvezetésre. Emlékszel a legelső alkalomra, amikor kisgyerekként autóban ültél? Biztos vagyok benne, hogy nem. Én magam sem emlékszem az alábbihoz hasonló gondolatra. Tyűha, kíváncsi vagyok, hogyha nagy leszek és magas, és elérem a pedálokat a lábikómmal, milyen érzés lesz vezetni ezt a... hogy is hívják ott? A lényeg az, hogy csak ültél a hátsó ülésen, ha csak a szüleid nem engedtek a volánhoz kisbabakorodban, amely esetben tényleg komolyan el kell beszélgetnünk egymással, és soha eszedbe sem ötlött a gondolat, hogy te vezesd a kocsit. Miért is ötlött volna? Hiszen kiskölyök voltál az ég szerelmére. Azután, amikor elérted, teszem azt, a 12 éves kort, elkezdtél gondolkozni. Ej, ezek a dilis felnőttek itt furikáznak ezekben a kocsiknak nevezett különös izékben, amelyekkel az ember bárhová eljuthat, ahová is, amikor csak akar. Nekem pedig csak egy bicajom van, és mivel azt sem engedik, hogy a főúton biciklizzek, úgy sem jutok messze. Azt hiszem, szeretnék egy kocsit. A következő gondolatot pedig így hangzott. Hogy a fenébe lássak hozzá? Azután még 3-4 évet kellett várnod, mire elvégezheted az autóvezetői tanfolyamot, minek utána azt gondoltad magadban. Ez már döfi. Most már mehetek ahová akarok, és senki sem szólhat bele abba, hogy mit csinálok. Nos, konkrétan ebben ugyan nem volt igazad, de azért jó úton haladtál. És mi a helyzet manapság? Ott ülsz a kocsit, teherautód, mikrobuszod, hibrid autót volánjánál,
Telefonálsz, kávét kortyolgatsz, kisminkeled magad, szemügyre veszed a többi sofőrt, keresel egy jó rádióadót, a következő találkozódon gondolkozol, rászólsz a gyerekre, hogy ne kínozza tovább a testvérét, mert Isten úgyse rögtön félreállsz és lesz nem ulas, és mindeközben nyugodtan vezetsz. A véghetetlen várakozás hosszú-hosszú évei után most már öntudatlanul is elvezetsz egy autót. Miközben manapság a kocsidat vezeted, eszedbe jutnak-e bármikor is a várakozás csigalassan múló évei? Dehogy jutnak? Egészen addig, amíg rá nem kérdeztem az imént, hogy mikor gondoltál utoljára arra a hosszú-hosszú időszakra, melynek során arra vártál, hogy végre a volánhoz ülhess? Soha. Igazam van? De mennyire igazam van? Köszönjük, hogy meghallgattad ezt a hanganyagot, reméljük hasznosnak találtad, és visszavárunk csatornánkon hetente készülő újabb hanganyagokkal.